jó! Ne az én kertembe! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Láttad? Tudod, mi volt az? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Egy régi kerék! Egy kerék! Úgy bizony, ez egy régi kerék, amit eldobott valaki. Mi ez? Egy rossz vekker óra. Mit csinálsz vele? Ja, értem. Szóval eldobod. Hát, miért is ne? Még? Úgy látom, Szundi madárnak is van olyan szemete, amitől szeretne megszabadulni. Tyűha, de belejött mindenki. A takarítás jó mulatság is lehet. És az nagyon jó érzés, amikor megszabadulunk a sok kacattól. Mi ez? Valentina! Ajjaj, sajnos a küszöböd egy kicsit szemetes lett. Pato, az előbb a tengerbe dobtad a szemetet. Finom illata van a tojásnak, igaz, Polip? Tudom, Polip. Senki sem örül, ha szemetet dobnak a tojásába. Hogy fogtok megszabadulni ettől a sok szeméttől? Tyha! Még több szemét! Egyetértek, Pokolyó. Én sem szeretem, ha szemét hullik az égből a kockáimra. Ti örülnétek, ha egy szemét kupac mellett kellene játszanatok? Nem! Nem örülnék! Mit csinálsz, Pokolyó? Értem már. Elhatároztad, hogy követed a szemét útját, és kideríted, hová megy. Jó terv. Megy a szemét körbe-körbe. Mert mindenki tovább dobja valaki másnak.
látszik, az nem segít, ha szétdobáljuk a szemetet. De akkor mit csináljunk? Szerintem Pokolyó rájött, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Micsoda zseniális megoldás! Ahelyett, hogy kidobnánk a szemetet, te kitaláltad, hogyan lehet hasznosítani. Éljen Pokolyó! Éljen a csapatmunka! Pápá, nem sokára találkozunk! A mag. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Mi ez? Várjunk csak. Úgy néz ki, mint egy óriási mag. Ugye tudod, hogy mit csinálunk a magokkal, Pokolyó? Szerintetek ezt csináljuk a magokkal? A fejünkre tesszük. Nem! 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 Az italunkba tesszük. Igen? Nem! Nem, nem tesszük bele! Elültetjük? Igen! Elültetjük! Úgy bizony! Biztos vagyok benne, hogy hamarosan valami szép dolog nő ki abból a magból. Jól megvárakoztat minket, igaz? Tudjátok, a növekedéshez idő kell. Mi az, Pokolyó? Valami baj van? Jaj, értem már. Vécére kell menned. Addig vigyázunk a magra, jó? Csies! Ahó, szundi madár! Szép kis mag, igaz? Várj, most mit csinálsz? Ugye így már jobb, Pokolyó? Remek, mert el kell mondanom valamit. Az a helyzet, hogy a magodat... Szundi madár! Semmi baj, Pokolyó. Szundi madár csak egy kis finomságra vágyott. Most már minden rendben van.
Nézzétek, itt van Lula. Ha-ho, Lula. Ajaj, Bokolyó, ébredj fel! Ébredj! Jajaj. Talán, ha ti is kiabálnátok velem, fel tudnánk ébreszteni Bokolyót. Mehet? Ébredj, Bokolyó! Ébresztő! Ja, értem. Lula csak játszani akart. Így tényleg biztonságban lesz a magot, Pokolyó. Ha-ho, Pato! Jaj, Pato, tudom, úgy néz ki, mint egy tojás, de ez igazából egy... Ajaj. Mi ez? Na, így most már tényleg biztonságban lesz a magot, Pokolyó. Senki sem tud hozzáférni. Nézzétek! Csodás! Ha-ho, Eli! Vigyázz! Ó, hát ez nagyon nem jó. Jaj, Pokolyó, Eli nem szándékosan lépett rá a virágodra. Őt viszont elkapta a csapdád. Nem. Ajaj, Lula! Hű, nézzétek csak! Mennyi mag! Megmondja valaki Pokolyónak, mi lesz ezekből a magokból? Virág! Egy csomó virág! Úgy bizony, sok-sok virág! Jut belőlük mindenkinek! Éljen, Pokolyó! Ó, és persze, éljenek a barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Hová mész azzal a kosárral? Á, értem, Pátóval mész valahová. Á, itt van Eli is! Ha-ho, Eli! Tűha, van nála torta és piknik pokróc. Mi a csodát csináltok ezekkel? Piknikezünk! Piknikeztek? Hát persze, tudtam. Szendvicsek. Nyami.
mindenkinek jut egy. Pato nagyon éhes. Megmondjátok Pokolyónak, Pato, mit szeretne enni? Szendvicset! Vágy! Igen, Pato, még nincs itt az evés ideje. Várnod kell egy kicsit. Mi a csuda? Hajjaj! Nézzétek! A látszat csal. Ezek a szendvicsek belerepültek a kezébe, és a harmadik meg a fa mögé futott. Ez az igazság. Mi? Nem, nem én ettem meg. Higgyétek el, az a szendvics egyszerűen kereket oldott. Nem hisztek nekem, mi? Akkor kérdezzétek meg a barátainkat. Megmondjátok Pokolyónak, hová ment a szendvics? Elszaladt! Beszaladt a fa mögé! De tényleg, komolyan? Nem, nem ők ették meg a szendvicset, Pokolyó. Hinned kell nekünk. Ajaj. Eli, Pokolyó, nem úgy történt, ahogy gondoljátok. Pato nem szökött el a szendvicsekkel. Üldözi őket! Mi? Nem hisztek nekem. Kérlek, segítsetek, mondjátok meg Elinek és Pokolyónak, hogy hol van Pato. Ajaj, félek, hogy Pokolyó és Eli nem fog nekünk hinni, Pato. A torta? Majd vigyázunk rá, amíg ti elmentek uzsonnáért. Semmi gond. Igen, szemmel tartjuk. Mi? Jaj, ne! Már megint! Ajaj! Eli, Pokolyó... Nem mi ettük meg a tortát, hanem... Felmászott a fára. Hát ez nagyon rossz. Látjátok? Megmondtuk. Valami nem stimmel. Az étel nem szokott mászkálni. Mi ez? Nagyító? Jó ötlet. Nicsak. Egy hangya. Megmondanátok Pokolyónak, ki mozgatta az ételt mind végig? A hangyák! A hangyák! Úgy bizony, ők vitték el az uzsonnát. A hangyák! Mit mondasz a hangyáknak, Pokolyó? Barátok. Valaki igazán elmagyarázhatná Patónak, hogy mi folyik itt.
Látod? A hangyák voltak. Hangyák. A kis hangyák annyira erősek, hogy simán elbírják a náluk sokkal nagyobb dolgokat is. Éljenek az új barátok! És éljenek a piknikek! Pápa, nem sokára találkozunk! Oh.